Az elmúlt évben sikeresen szerepeltek a nyíregyházi dobóatléták, közülük hárman is döntőbe jutottak a tallini U23-as Európa-bajnokságon, ahol a diszkoszvető Szikszai Róbert bronzérmet szerzett. Az idei szezonra egyelőre itthon készül Kerekes László csoportja, mivel a szakember szerint a legjobbak az elmúlt három esztendőben a dél-afrikai edzőtábort követően túl hamar kerültek csúcsformába, így a versenyidőszak második felében már elmaradtak a várt eredmények. Két hónapja kezdtük el az úgynevezett alapozást, nagyon jó állapotban vannak a fiúk, eddig sikerült sérülésmentesen és betegségmentesen készülni, ami igazán nagy dolog, mert van ugye 30 gyerek, még ugye annyiból áll a csoport. Nagyon, sokkal előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor, holnap lesz a felmérés, és igazából akkor számszerű adatokkal is tudom összesíteni, hogy hogyan állunk. A 63-20-as egyéni csúccsal rendelkező Szikszai Róbert megcélozza a 65 méteres olimpiai kiküldetési szintet, az amszterdami felnőtt Európa-bajnokságra pedig már 63 méterrel is kijuthat a diszkoszvető, persze csak akkor, ha nem előzik meg hazai riválisai. Az ebre is, és az olimpiai is három fő indulhat. Elég erős most a mezőny, mert ha jól tudom, Fazekas Robi is lehet, hogy vissza fog térni. Ugye Kővágó Zoli, ugye egyértelmű, hogy ő a legesélyesebb nálunk, és utána még azért vagyunk itt négyen, így fiatalok, akikből ugye majd valószínűleg így akkor csak egy ember mehet, és hát reméljük én leszek. A legjobb dobók a szabadtéri versenyidőszak előtt még elutaznak edzőtáborozni Tatára, majd Portugália és Montenegró következik a sorban. Közben a téli dobóbajnokságon és a fedett pályás versenyeken súlylökésben mérhetik, de formájukat az atléták.